Az Oko Express Cargo jelen pillanatban csak a hupakkal dolgozik, most a Rail Cargo Ausztriát megkerestük, mert a nyugat-európai, nyugat-magyarországi fuvar feladatokat nem lehet megoldani a Bilkről, mert nagyon költséges. Ugye az, hogy Szombathelyen megrakodik egy félpótkocsi, és azt visszahozni Budapestre, és innen kivinni Duisburgba, az ugye plusz költséget okoz. Ezért felvettük a Rail Cargo Ausztriával a kapcsolatot, akinek most az új terminálja megnyílt Svehát mellett, és onnan szeretnénk a nyugat-magyarországi félpótkocsis rendszert kiszolgálni. Most olyan lehetőséget is kaptunk még, hogy ugye a Ruhron való közlekedés kamionnal, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, rettentő. Tehát nagyon zsúfoltak a közutak. Azt kell mondani, hogy a csúcs időben 20 kilométereket van, úgyhogy óra, másfél órát lehet megtenni. Erre azt dolgoztuk ki, hogy Ruhr mellett Köln, Ruhr vidék mellett Kölnnél egy új terminált nyír, ami viszont a belga, angol, holland forgalmat onnan ki lehet szolgálni, és ki tudjuk hagyni ezt a túlzsúfolt Ruhri terminált, és Nice, vagy Köln mellé az új terminálba érkeznénk. Azért mondtam a Nice, mert először Nice volt az, ami szóba esett, de ez még kiebb esik, és innen ki lehet szolgálni az angol, belga, holland forgalmat úgy, hogy nem kell bemennünk a Ruhrra, a Ruhr vidékre. A továbbiakban, ha az angol forgalomról beszélünk, mi a hajózást is kísérletlenül oldjuk meg. Szerződésünk van a PN-val és a DFDS-sel. Mi a saját nyerges vontatóink elviszi akár Zébrisbe, akár Rotterdamba a félpótkocsit, ott leakasszuk, és onnan tovább megy hajóval. A hajók általában 90%-os pontossággal közlekednek. Ha nincs probléma, nincs strike, nincs viharos idő, teljesen jól működik, tehát nem szokott probléma vele lenni. És Angliában szintén ki van helyezve nekünk nyergesvontatóink, ami a saját gépkocsivezetőink, saját nyergesvontatóink, és Angliában megérkező félpótkocsikat, amik megérkeznek a hajóról, azt mi visszük tovább lerakni, és utána újra fölrakni, és vissza a kikötőbe. Tehát a belga, holland, Luxemburg, Ruhrvidéki feladatokat az Duisburgból, ott saját feladatokkal látjuk el, és akkor a angolt pedig hajóval tovább, szintén kísérletlenül, és azt is ott is szintén saját vontatókkal szolgáljuk ki. Óriási szervezettséget igényel, tényleg aki csinálja, kettő logisztikus csinálja, olyan módszerre csináljuk ezt a dolgot, hogy van fuvarszervezők, a fuvarszervezők megkapják általában ugye minden fuvart már 2-3 nappal előtte tudnak a fuvarszervezők, és export irányban megvan az export feladat, akkor azt már az importos kollégáknak átadjuk, és már 4 nap előtte tudják azt, hogy tegyük fel, Eindhovenbe rak le egy félpótkocsi, és arra Eindhoven környékéről keresni kell az adott napra. Nagyon, nagyon fontos, hogy ez a körforgás megmaradjon, hogy az adott napon, tehát az előirányozott napon rakodjanak ezek a félpótkocsik, mert hogyha ez a dolog felborul, akkor nagyon nehéz helyreigazítani. Ezért még alkalmazunk, mi ilyen zsargon szóval közöttünk kifli pótkocsiknak hívjuk, hogy ott van egy pótkocsi leállítva Duisburgba is, van a kikötőben is egy pótkocsi leállítva, és Magyarországon is van egy plusz pótkocsi. És abban az esetben, ugye, mert nem megy mindig minden tökéletesen, egy exportot is van, úgyhogy valamelyik nem veszik át, késik az átvétel, de viszont megvan már az importja, és megvan a vonaton a helye, akkor ezt a kifli pótkocsit azonnal felakasszuk, és elmegyünk, felvesszük azt az importot, hogy azon nem maradjon el.
a vonaton, tehát ne üresedjen meg a hely, a körforgást meg tudjuk tartani, és amiatt a késés véget. A másik dolog ugye, hogy általában a reggel érkeznek, tehát reggeli átadások vannak a félpótkocsiknál, és ha a vonat bármi oknál fogva és csak későn azt az 1-1,5 órát, akkor ugye ezt a közúti munkából vennénk el. Ezt úgy küszöböltük, hogy ne a közúti munkából vegyük el ezeket az időket, hogy meg tudjuk tartani a lerakodási időket is, hogy mindig a 90%-ban az import felvétel reggel történik, és a cégeknek is sokkal jobb, tehát a cég is általában reggeli órákra igénylik a rakodást. Reggel történik, és bemegyünk az importtal a terminálba, és addigra biztos, hogy kezelt félpótkocsik lesznek, és akkor azzal megyünk el, és rakodunk le. Olyan, tehát azért vannak cégek, amit nem tudunk kiszolgálni, az olyanokat, akik tudom, reggel 6-tól 2-ig dolgoznak, ezt export feladattal sajnos nagyon nehéz kiszolgálni az A és C napos rendszerben. Ha ugye az A és D napba belemennek, akkor minden akadály nélkül. Ezt a forrozási formát, akik már cégek, akik már megtapasztalták, ugye elég sok van, mert a LKW Walter azért már itt 7 éve eléggé nagy mennyiségű félpótkocsival dolgozik, ugye azt kell mondanom össze, hogy ők Európa szinten naponta 500 félpótkocsit raknak fel le, de ezt úgy kell érteni, hogy ők mennek, megérkezik neki magyarországi exporttal Duisburgba, lerakodik, és ő megrakja Franciaországba, és, vagy Spanyolországba, és arra megy a vonattal. Tehát ők egy hatalmas logisztikával csinálják ezt a dolgot, viszont nem ennyi, nem precízen. Tehát én, akikkel beszéltem cégeket, tehát nem tudnak tartani időpontokat. Ezt a hibájukat kellene kihasználni nekünk itt Magyarországon, hogy ne ők legyenek azok, akik nagyobb vonóemben dolgoznak Magyarországról ebben a forrozási formában, hanem magyarok legyenek. És nekünk ez irányba kellene elindulni, hogy mi pontosan és jól tudjuk ezeket a forrozási, vagy pontosan és jól tudjuk ezt a forrozási formát végezni. Nem titok, ugye ezt gondolom, hogy itt is tanulták, hogy milyen engedmények, milyen korlátok vannak feloldva ennél a formánál, ugye, hogy 10%-kal meg lehet emelni a ösztömeget, 10%-kal légrugó esetén meg lehet emelni a tengelyterhelést. Magyarországon jelen pillanatban még mindig 70 km-es körzetben, ezt már volt KPM-nél, vagy NKH-nál már felvetettük, hogy ez már mindenhol, tehát most már ez nem aktuális, ez a rollára lett kitalálva, ez a 70 km-es körzet, hogy ezt meg feljebb kellene emelni, ezt a kilométer távolságot. Még nem történt benne semmi változás, ugyanúgy 70 kilométer. Ezen a 70 kilométeren belül viszont mi ki is használjuk, hogy vannak cégek, akinek 26 tonnát is viszünk ki. Ezáltal ugye jóval gazdaságosabbat teszi a forrozást. Ugye egyértelmű, hogyha én elviszek 26 tonnát, még a közút elvisz 24-et, akkor x idő után neki egy fuvarja ingyen van. Ez nagyon sok cégnek ez a forrozás formában ez ragadja meg. Ugye itt azokat a cégeket lehet előtérbe helyezni, ahol súlyt kell szállítani, tehát ahol nem a terjedelem számít, hanem a súly. Ahol a vonattal való közlekedés maga kilométer díjazásban is kedvezőbben jön ki, mint a közúton. Azt kell mondjam, hogy a mi esetünkben, amit mi számolunk, hogy körülbelül
8-10%-os kedvezményt tudunk adni kilométerdíjazásban azoknak a fuvarosztatóknak, akik terjedelmes árut szállítanak. Tehát úgy próbáljuk összeállítani, hogy nagyon nagy kedvezményt, tehát olyat nem akarunk csinálni, hogy tömegárut szállítunk, és akkor 26 tonnával megyünk a 24 tonnával szemben, és akkor még abból díjból engedjünk, hanem ott azokat a kedvezményeket próbáljuk elérni, ami ugye ott a súly miatt van, ahol viszont van a terjedelmes áruknál, ott ugye kilométerből próbálunk gazdaságosabbá tenni. Ugye jelen pillanatban meg ma is, most is az osztrákok elég komolyan megemelték a útadót, ez számunkra kedvező, a közútra nem nagyon kedvező. Úgy tudom, hogy azt a számítások szerint most 13 forint egy irányba, vagy 13 euró egy irányba az emelés. Ez elég jelentős, főleg egy ilyen német fuvarnál, a 13 euró, ami megemelték. Az üzemanyagárakról beszélve, az nem segíti elő jelen pillanatban az intermodális szállítást, mert a közutasok, közúti fuvarozók azok most nem azt mondom, hogy annyiért, de közel annyiért, nagy vállalatok közel annyiért el tudják vinni a feladatokat, mint mi. De ugye hát a jövő tekintetben, ha más nem, ugye a környezetvédelmet figyelembe véve kellene gondolkoznunk, hogy ugye itt egy villamos mozdony 38 félpótkocsit visz el, ugye ha egy 120 kilométeres sebességű vonatról beszélünk, addig ugye 38 nyerges vontatót füstölne az úton, ha azt nézzük ebben a viszonylatban. Hát mondom, a vállalatok vegyes érzelemmel veszik ezt a intermodális szállítást. Nagyobb teret is. Remélem, az ilyen most ugye már a nagyobb MKF-en itt a Magyar Országos Logisztikai Szövetség is foglalkozik ezek a dologgal, hát hogyha nagyobb teret fog majd nyerni ez a fajta szállítás, bízom benne. Hát én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani a cégnek, amiben foglalkozunk, ahogy csináljuk, ahogy kialakult ez a dolog. És hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a vállalkozás, ami elkezdődött 2 évvel ezelőtt, és fejlődni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.